Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központhoz tartós élelmiszerekkel felpakolva érkeztek a Fidesz frakció tagjai. Folytatódik ugyanis a hét szociális szervezet összefogásával életre hívott városi adománygyűjtő akció. Fontos az egész éven át kitartó figyelem, évközben is szükségük van a rászorulóknak a segítségre. A Fidesz frakció mai napon 300 000 forint értékben vásárolt élelmiszeradományt az Alba Bástya Gyermekvédelmi Központnak, és arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a karácsony elmúlásával januárban is szükség van ezekre a szociális segítségnyújtásokra, hiszen sok olyan család van, akiknek ez hetente nagyon nagy segítséget nyújt. Rizs, konzervek, szószok, lekvárok, tészta, étola is volt az adománycsomagban. A tartós élelmiszerekkel jól ki tudja egészíteni az Alba Bástya Központ az Élelmiszerbank programján keresztül érkező gyors lejáratú élelmiszer adományokat. Ezt a forgórendszerű, ugye viszonylag gyors lejáratú fékárukat, meg romlandó zöldségeket, amiket elhozunk, ezt tudjuk akkor kiegészíteni egy picit. Az adománygyűjtő automaták is nagy előrelépést jelentettek az ünnepi időszakban. Ezek 0-24 órában fogadták a felajánlásokat, 2023-ban ez a kezdeményezés is folytatódik. Nekünk is nagyon sokat segített az, hogy a hétvégi időszakban, ünnepi időszakban, éjszaka is, tehát hogyha valakinek esetleg nem volt ideje napközben, hivatali időben, akkor oda tudott menni. Ugye mi támogattuk a hétszervezet gyűjtését azzal, hogy a mi raktárunk az reggel 8-tól délután 4 óráig üzemelt, de azon nagy segítség volt nekünk az, hogy azt az időablakot is megnyitotta, amikor esetleg nem dolgozunk, vagy nem vagyunk itt az intézményben, úgyhogy összességében azt gondolom, nagyon pozitív volt az adományautomatáknak, vagy hát az automatáknak ilyen típusú használata. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ adományraktárában, az Irányi Dániel utca 4 szám alatt pedig ügyfélfogadási időben tudják leadni a felajánlásokat.